Na hát, szervusztok srácok! Megkaptuk Season 4 első frissítését, ami egyből egy anime collabbal kezdődik. A My Hero Academia második része meg is érkezett, új 3 skinnel, illetve ismételten kaptunk egy új Mythic anime tárgyat. Ezen kívül megérkeztek a szuper stílusok az adott skinekhez, kaptunk új skineket, meg egyéb érdekes dolgokat. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost for Rider, ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. És most különösképp megéri, ugyanis ismét tartok egy nyereményjátékot, ha bármit vásárolsz az item shopban egészen vasárnapig, akár legyen az egy 200-as imód, küldd be a Discord szerveremre a támogatói szobába, ugyanis ekkor bekerülsz sorsolásba. A nyermény pedig egy választható My Hero Akadémiai skin, vagy csákány, vagy imót 1500 V-Bucks értékben, a sorsolás pedig vasárnap este lesz. Sok sikert mindenkinek! Most pedig nézzük meg az új kilíkelt skineket. Megjöttek az e-seasoni szuper stílusok, amik szerintem annyira nem lettek rosszak. Gondolom tudjátok, hogy ha mindet meg akarjátok szerezni, el kell érni a 200-as szintet. Cadothorn kapott egy stílust, ami az előzetesben láthattunk, viszont a játékban nem volt bent, ez ugye a kollektor gyűjtői stílus. A színnevezetű skin kapott egy vörös panda stílust, illetve a drága egyetlen szívemhez nőtt Burnout is kapott egy ingyenes stílust, a Bounty Brawler nevezetű stílust, ami elég furán néz ki, hiszen meg van törve a sisakja, illetve ilyen fehéres a skin, teljesen ingyen van, kösz szépen Epic. 1500 nap után vissza fog térni az item shopba a Robot Pili skin, ugye ez egy ilyen turmixoló pili, 1500 V-Bucks jár hozzá, nagyon régóta nem volt bent, ez visszajön. A következő két hétben elég sok Locker Bundle-re lehet számítani, van itt mindenféle. A videóban látott 3 skin egy rendes pénzes bundle-be fog bekerülni, ezt csak is IRL pénzért lehet megvásárolni, valószínűleg olyan 8000 forint környékén lesz, a bundle-höz nem fog járni V-Bucks, viszont van benne 3 skin, 3 csákány, 3 backbling, wrap, meg mindenféle jóság. A frissítés szerencsére nem csak skineket hozott magával, hanem egy teljesen új Mythic tárgyat is, ami egy ismét egy anime kollabhoz köthető. Visszakerült még a Deku Smash is, viszont a Deku Smashen kívül bekerült egy ilyen jeges fal item, amivel végtelenszer le tudunk rakni egy ilyen jeges falat, Zero Beatben brutál hasznos lesz. Az a durva ebben az itemben, hogy bármennyiszer használhatjuk, 5 ilyen jeget rak le, mind az 5-nek 800 életereje van, úgyhogy még szétütni is elég sok idő. 12 másodperc alatt visszatöltődik az item, szóval igazából majdnem olyan, hogy a Zero Beatben tudunk építeni. Fontos, hogy ezek a dolgok bent vannak ranked játékmódban is, úgyhogy ne lepődjetek meg. A frissítéssel kivették a játékból a Slap Juice-t, viszont a helyére a Pizza Party item került vissza, ami átment egy kis változtatáson. A pizza most már szeletenként 5 életerőt tölt vissza, illetve 30 shieldet, és most már 100 shieldre és 100 életerőre fel tud tölteni.
Persze augmentekből sem lesz hiány, kaptunk két új augmentet, az egyik egy SMG reloaddal kapcsolatos, hogyha teljesen kiürül az SMG-nek a tára, akkor gyorsabban tölt vissza. A jump balloon pedig nagyon-nagyon egyszerű augment, ha ugrunk egyet, kapunk egy lufit a hátunkra. A lufis augment biztosan majd jövő héten fog bejönni, amikor ugye a 6. születésnapja lesz a Fortnite-nak. Az SMG-s reload az nem tudom, hogy bent van-e, azt még nem találtam meg. És ha már a születésnapról beszélünk, ugye jövő héten 17-én lesz a 6. születésnapja a Fortnite-nak, így nem maradnak el a születésnapi challenge-ek sem, amiben tudunk szerezni egy ingyenes születésnapi tortás csákányt, egy graffitit, illetve egy backlinget. A szigeten ugyanúgy lesznek születésnapi torták, és még a busz is szülinapos lesz. Úgy látszik, hogy ebben a seasonben vissza fog térni a Rapid Fire SMG Mythic verziója, ugyanis megváltoztatták a statisztikáját, most már nem 20-as a tára, hanem 26-os, ami azt jelenti, hogy buffolták a fegyvert. Az, hogy hogyan lehet megszerezni egyelőre nem tudni, vagy boss fogja adni, vagy ugyanúgy a vaultból lehet megszerezni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a lobbyban az item shopot átnevezték simán shopra. Úgy látszik, srácok, 6 év után az item shop teljesen megváltozott, tényleg most már csak shop a neve, ezt meg kell szokni, ugyanis ez az új neve. És itt nem állunk meg, ugyanis az egész lobbynak a hátja meg fog változni. Az Epic Games folyamatosan azon dolgozik, hogy modernizálja a Fortnite-ot és annak kinézetét. Úgy látszik, hogy a lobby valamikor nem is olyan sokára így fog kinézni, teljesen máshol lesz minden. Az LTM választó átkerül bal oldalra, jobb oldalon lesz a rangunk, a szintünk, illetve a medálunk. És még a V-Bucks-nak az ikonja is megváltozik. Írjátok le kommentben, hogy nektek ez az egész így hogy tetszik. Kreatívval megkaptuk a Season 4-es granátvetőt, illetve a Shieldbreaker EMP-t, ha valaki hiányolta volna, itt vannak. Ziplinokat eddig is le tudtunk rakni az editoron belül, viszont most már Fortnite-on belül is tudjuk használni a zipline device-ot. Elég könnyű használni, igazából a két végét kell úgymond összekötni, elég egyszerű. És aminek legjobban örültem, végre megkaptuk a Megacity galériát, ami azt jelenti, hogy az összes Megacity-s épület itt van, az összes Megacity-s bútorzat, így most már itt az ideje megépíteni a Cyberpunk szigetet. Viszont srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, az a feliratkozás teljesen ingyenes, engem is támogattok vele, illetve még ti is kaptok értesítőt, ha jön az új videó. Én viszont mára mentem, én Ghost Warrider voltam, sziasztok!